Mit rejt a kétes jövendő? Miért borult a láthatár? A lelkek mély aggodalma szertelen viharra vár? Végítélet kürtje szólít élőket és halottakat? A kerub lángszárnya zúg-e megnyitván a sírokat? Ó nem! Népek háborognak. A föld egy nagy óceán, melyet megbántott kedélyek féktelen hatalma hány. Forra nemzetek haragja. Megmozdult a félvilág, mert az élet szennyugalmát zsarnokok felforgaták. Mint minden esztendőben, idén is a II. Géza gimnázium diákjainak műsorával vette kezdetét a forradalom és szabadságharc megünneplésének programja. A fiatalok versekkel és történelmi eseményekkel idézték fel az októberi eseményeket, a kezdetektől a védes megtorlásig végigvíve az ünneplőket a történések során. Menj el a térre, ahol fekszenek, mondták. Csak menj oda, ha nem hiszed. Elindultunk, és néztük, hogy dörög egy helikopter a város fölött. Kocsikon fegyver, tankok, katonák vonultak a Szabadság hídon át. A rádióban dobolt a gyászzene, szél fújt, a város vad lélegzete. Esőben csillogtak a háztetők, amikor megálltunk a tér előtt. Sötétedett már, nem láttuk a vért. Csak a gyertyák lobogtak a holtakért. S nem tudtuk, hogy ki ölt, és ki a holt. Hult az eső, halottak napja volt. Ezt követően az ünneplők megkoszorúzták a Mansfeld Péter emlékoszlopot, megemlékezve az 1956-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozatáról. Ő volt a pesti srácok egyike, a forradalom mártírja. Személyét a kommunista rezsim annak a propagandának erősítésére használta, mely a forradalmat a köztörvényes bűnözők lázadásaként állította be. Ezt követően a polgármesteri hivatalnál Somosi Szabolcs alpolgármester mondott beszédet, melynek központi gondolata a szabadság megélése volt. Én úgy gondolom, 1000 embert megkérdezve 1000féle választ fogunk megkapni rá. Én gyakorlatilag a filozófiának a klasszikus megfogalmazását hívtam segítségül, mely szerint a kívánt tett megvalósításának a lehetőségeként fogalmazza meg a szabadságot. Amint az elhangzott, gyakorlatilag hétköznapjainkban mi már fel sem mérjük azt a jólétet, azt a lehetőséget, amelyeket nap mint nap meg tudunk élni. Ehhez, hogy idáig eljutottunk, és ezt az életszínvonalt elérjük, úgy gondolom feltétlen szükség volt azoknak a hősöknek a küzdelmére, tevékenységére, akik akár 56-ban, akár előbb 1848-ban mindenféleképp a szabadság vágy iránti elkötelezettségükből tették, amit tettek. Nyilván az én generációm azért van nehéz helyzetben, hiszen szüleink 9-10 évesek voltak, tehát őtőlük objektív véleményt nem tudsz meghallgatni. Nagyszüleink és azok a felnőttkorú, aktívkorú felnőttek, akik 56-ban felnőttként vettek részt az eseményekben, sajnálatos módon már nincsenek köztünk, vagy egyre kevesebben vannak köztünk. Így mi igazán arra támaszkodhatnánk, amit tanultunk, de mi pont az a generáció voltunk, aki ugye még a rendszerváltás előtt tanulta a történelmet, az sem mondható teljesen objektívnek, most meg már kinőttünk abból, hogy tanuljunk. A rendszerváltás élményéről én úgy gondolom, tekintve, hogy akkor az én generációm volt az ifjú generáció, hiszen egyetemistaként éltük meg nagyjából rendszerváltást, valahol az eufórikus érzés át kellett, hogy jöjjön, amit vélhetően 56-ban vagy akár 1848-ban azok, akik változást akartak, éreztek. Én a magam részéről Baja főterén 2004. május 1-ének estén éltem meg például azt a pillanatot, amikor hazánk az Unió teljes jogú tagjává vált, és úgy gondolom az az érzés, amit akkor éreztünk, az a szabadság, az a demokrácia, ahova eljutottunk, de ahhoz, hogy ide kerüljünk, ahhoz azoknak az embereknek, elődeinknek a küzdelme volt feltétlen szükséges, akik ezekben a forradalmakban és szabadságharcokban részt vettek. Bozsalik Róbert polgármester az ünnep kapcsán arról szólt, a szabadság egy döntés, melyet mindenkinek magának kell meghoznia. 1956-tal kapcsolatban azt gondolom, sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez nem szólt másról, mint egy idegen hatalommal szembeni ellenállásról. Pedig ennek a hatalomnak
voltak magyarországi kiszolgálói is. És azt gondolom, hogy 56 kapcsán elsősorban azok az emberek ellen fordultak a magyarok, akik politikai érdekek mentén kiszolgálták ezt a rendszert, és ennek mindenfajta élvezői voltak. Bibó István mondta azt, hogy a szabadság ott kezdődik, amikor a félelem véget ér. Alpolgármester úr megfogalmazta, hogy a szabadságnak százféle fogalma van, és mindenki számára más-más jelent. Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet mindenki ízlelgesse, és gondolja végig, hogy mi a fontosabb, a szabadság vagy a félelem. Az ünnepség záró akkordjaként a város vezetői és a társadalmi szervek képviselői koszorúzták meg a polgármesteri hivatal falán lévő emléktáblát.